Szabó József vagyok, a Hiteles Mozgalomnak az egyik megalakítója. A mozgalmunknak az alapítói azok mind rendelkeznek olyan hitellel, mint amivel ti is rendelkeztek. Az alapító tagok már mind perlik a bankjukat, és az aktivistáinak a túlnyomó része is a bankoknak a perlésével már beadta a keresetét. Honlapunk az a hitelesmozgalom.eodal.hu. Annyit kell mi rólunk tudni, hogy leginkább fogyasztóvédelemmel, illetve a politikusoknak próbáltuk felhívni a figyelmét a problémára. Nem is szeretnék erre most többet mondani, inkább utalnék a mai nap elhangzottakra. Lehet, hogy még nem tudjuk a leplet lerántani, mint ahogy elhangzott, de azért próbáljunk meg bekukucskálni a lepel mögé. A bankok folyamatosan megkívánnak bennünket téveszteni, folyamatosan be akarnak bennünket csapni. Amikor a perek elindultak, az első kérdés az volt a bankok részéről, mit akar az adós, aláírta a szerződést. Utána a szerződésekre nem vonatkozik a PTK. Kérik a bíróságot, hogy a PTK-nak a jogszabályait ne vegyék figyelembe. A következő szempont volt, a bíróság nem jogosult eljárni, mert ott van a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. Kérik a pernek a felfüggesztését, mert ez kizárólag PSAF ügy. A következő elhangzott banki vélekedés. A PSAF minden szerződést ellenőrzött, észlelte volna, ha hibáznak a bankok, már réges-régen bírságolt volna. Előszeretettel mossák össze a devizahitelt és a deviza elszámolású forint kölcsönöket. Ezt teszik azért, mert akkor tetszőlegesen tudnak bármilyen költséget felszámolni. A bankoknak az álláspontja az, hogy nem probléma az, hogyha egy szerződési pont nem érthető, elég, hogyha az jogszerű. Hallottuk azt is, hogy jobban járt az ügyfél így is, mintha forint hitelt vett volna fel. Ez is egy nagyon durva csúsztatás, mert amikor a hitelt felvettük, nagyon sokan tudtuk, hogy forint hitelt nem veszünk fel, mert nem tudjuk azt visszafizetni. Senki sem olyan hülye, hogy berakja a zaciba az ingatlanát, miközben tudja azt, hogy amit fizetni kell törlesztést, nem tudja kifizetni. Tehát nem az volt a lehetőség, hogy én forint hitelt választok, vagy deviza elszámolású forint hitelt választok, hanem az volt a külön választás, hogy megveszem az ingatlant deviza elszámolású forint kölcsönnel, vagy nem veszem meg. Felújítom a lakásomat, vagy nem újítom fel. Tehát ez teljes mértékben szintén csúsztatás. Csúsztatás a hitel és a kölcsönnek az összemosása. Csúsztatás az átváltás és az átszámításnak az összemosása. Nyilvánvalóan átváltásnál lehet vételi és eladási árfolyam, átszámításnál pedig nem lehet eladási és vételi árfolyam. A jogerős pereket és a kúriai vagy egyéb állásfoglalásokat szisztematikusan a tárgyalásokon a bankoknak az ügyvédei elferdítik. Teljesen másképpen mondják el, mint ami valójában van, és megpróbálják a bíróságot félrevezetni. Ugye hallottuk, hogy minden deviza alapú hitel mögött valóban deviza áll, amit át kell váltani. Ismerjük ezzel kapcsolatban a bírósági jogerős ítéletet, ismerjük ezzel kapcsolatban a PSAF-nek az állásfoglalását, de még mindig a mai napig ezt szajkozzák. A bankszektor hibázott, ezt elismerték a Fogyasztóvédelmi Bizottságnak az egyik ülésén, és a bankszövetségnek a jelenlévő képviselője azt mondta, hogy a terheket közösen kell viselni az államnak, mert neki is van felelőssége, a bankrendszernek és az adósoknak. Erről hivatalos parlamenti jegyzőkönyv áll rendelkezésünkre. Állandóan halljuk, hogy ügyfelek tájékoztatva lettek a kockázatokról. Állandóan halljuk, hogy az árfolyamváltozás nem megbecsülhető. Összekeverték az árfolyamváltozást az árfolyamréssel. Szándékosan vezetik félre a bíróságokat. Több olyan ismerősünk van, aki azért veszette el első fokon a perét, mert a banki ügyvéd szándékosan félrevezette a bíróságot, és azt mondta, hogy az árfolyamrést a bank nem tudja előre megjósolni. Nem beszélve az erőfölénnyel való visszaélésre. Amiket problémákat most mi megélünk a saját bőrünkön, ezeket a problémákat már 2005-ben, 2006-ban kormány bizottság vizsgálta. Feltárták a problémákat, és két megoldást gondolkodtak. Egyik, hogy jogszabályilag rendezik a
vitás helyzeteket, a másik pedig, hogy megkérik a bankokat, hogy tartsanak önmérsékletet, önszabályozást. Mit gondoltok, mit választottak? A másodikat. Mikor hozták meg a törvényeket? 2010-ben és utána. Most már nem lehet olyan, hogy a bank saját maga határozza meg a kamatot szabadon, kötelező a referencia kamathoz kötni a hiteleket. Nem lehet a kezelésük, nem lehet kamaton kívül más havonta rendszeresen jelentkező költséget felszámolni, tehát kihúzták a kezelési költséget. Tudni kell azt is, hogy az állam döntött a lakosság eladósításáról, viszont nem hoztak fogyasztóvédelmi jogszabályokat, és nem szabályozták a bankok tevékenységét. Nem hoztam mostan kivetíteni valót, azt kell tudni, pillanat, mindjárt előveszem a segítségemet, hogy 1990-ben a GDP-hez mérten a lakosság adósodottsága 20% volt. Tehát a GDP 20%-ának volt megfelelő a lakosságnak az adóssága. Ez 1990-re lement 4%-ra. 2000-ben a magyar lakosság nem volt eladósodva. Akkor hozott a politika egy olyan döntést, hogy a gazdaságot úgy kell felpörgetni, hogy a lakosságnak hitelt vegyen fel, lakásépítésre, erre, arra, amarra, hogy a gazdaság pörögjön. Amikor a csúcson voltunk röpke 9 év alatt, a lakosság eladósodottsága 40%, a GDP 40%-a, és az államnak az óriási felelőssége, hogy az ehhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi szabályokat nem tette meg. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete nem jogosult ellenőrizni a szerződések szövegét, nem jogosult ellenőrizni az általános szerzési feltételeket, nem jogosult emelni a kamatemeléseket, nem jogosult ellenőrizni a THM-számításokat. Amikor megszületett a PER, a Kásler PER, írtunk a PSAF-nek egy levelet, kértük, hogy az összes bankra tekintettel végezzenek egy vizsgálatot, azt mondták, hogy őket nem érdekli a bíróság, ők nem bíróság alapján dolgoznak, hanem jogszabályok alapján. A mai napig olyan PBT-s döntések vannak, amelyek a másodfokú jogerős ítélettel ellentétesen állítják, hogy a árfolyamrés az nem költség, állítják azt, hogy minden devizaelszámlási forintkölcsön mögött deviza áll. Gyakorlatilag jelenleg úgy állunk, hogy van egy bírói kar, kimondott egy jogerős ítéletet, és van a PSAF alá tartozó PBT, amely azzal ellentétesen hoz döntéseket. Egy csúsztatás, amit ki volt mutatva az, hogy hogyan van a késések, azt megnéztük mi is korábban. Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a forint hitelek esetén így változik az, hogy mennyi 90 napon túli késés van, a devizahitel esetén pedig így nő fel. Tehát az, hogy arra hivatkoznak, hogy ez nem is olyan rossz termék, mert a lakosság azért van bajban, mert gazdasági válság van, az nem igaz. Mert a forint hiteleseknél nem változik a maradásban lévők, itt viszont változik. Hogy miért hibás az a termék? Azért hibás, mert a gazdasági válság okát háromszor fizetjük meg. Egyszer romlott a forint árfolyama, és többet fizetünk. Kettő, a bankok a válságra hivatkozva fölemelték a kamatokat, véleményem szerint egy oknak nem lehet két következménye. A harmadik pedig, hogy mivel az adósságunk devizában van nyilvántartva, az ingatlanunkat nem tudjuk eladni, és nem tudunk kimenekülni a hitelből, vagy a kölcsönből. A másik gondolatom, teljesen kiment a köztudatból, hogy pár évvel egy főügyészség indított egy pert devizahittel ügyben, megnyerte egy takarékszövetkezet ellen, és elkerült az ügy a kúriához, majd visszakerült a illetékes bírósághoz, és a főügyészség nyert. Olyan szerződési pontokat kellett kikenni a szerződésből, amelyek szinte mindannyiunk szerződésében benne vannak. Az az érdekes helyzet állt elő, hogy az ügyészség indította egy pert, megnyerte, és mint aki jól végezte a dolgát, nem csinál semmit. Eszébe se jutott az,
az ügyészségnek, hogy a többi szerződése is elindítsa ugyanazokat a pereket, amit megnyert, sőt, ott tartunk, hogy akárki, akármilyen keresettel, indítvánnyal megkereste az ügyészséget, a legfőbb ügyészséget, vagy bármelyik ügyészséget, az összes indítványt mind elkaszálták. Kezdeményeztük a Parlament Fogyasztóvédelmi Bizottságánál többek között azt is, hogy mivel az államnak komoly felelőssége van abban, hogy nem hozta meg a szükséges fogyasztóvédelmi és a bankokat szabályozó törvényeket, tegyék lehetővé, hogy a deviza adósok, most nevezzük így, perköltségmentesen tudjanak indítani pereket a bankok ellen. Erről törvény előterjesztés született, sajnos a kormánypárti képviselők ezt leszavazták. El sem jutott a parlamentnek a plenáris ülésébe, már bizottsági ülésen ezt elkaszálták. És mit tettek, ami korábban elhangzott? Nehezebbé tették a pereskedést, mert felemelték a költséget. Mi azt kértük érintettek, hogy vállaljon felelősséget az állam. Ne tegye lehetetlenné az, hogy a kifosztott lakosság az pereljen. Ennek ellenében nem, ezt nem hallgatták meg, hanem ellentétesen egészen nehezebbé tették. Köszönöm, lenne még mondani van, de időben kevesebb. Szabó József, Hiteles Mozgalom, köszönjük. Én meghallottam, és abszolút az elsők között van egy ilyen terv, hogy segíteni kell az embereket, hogy védekezzenek. Abszolút egyetértek.